Az új rendelet szerint minden a tartomány által alapított felsőoktatási intézménynek biztosítania kell majd a kisebbségi nyelven történő felvételit. Amikor jelentkezni fognak már ebben az évben a fiataljaink a felvételi vizsgára, nyilatkoznak arról is, hogy ezt milyen nyelven óhajtják megtenni, és a szerb nyelv mellett még 9 nyelven megtehetik ezt, ezek a kisebbség nyelvei. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a napokban azt nyilatkozta, hogy a tartományi választásokat 2016 tavaszán kellene megtartani, az önkormányzati választásokkal egy időben. Predrag Matein, a szerb haladó párt frakcióvezetője elmondta, a haladók véleménye, hogy a választásokat idén decemberben kellene lebonyolítani. Az az álláspontunk, hogy mielőbb meg kell tartani a választásokat, ugyanis a jelenlegi hatalom nem legitim ahhoz, hogy továbbra is Vajdaság élén álljon. Meglátásunk szerint rosszul irányítja Vajdaságot, ezért minél előbb meg kell tartani a választásokat. A választásokat úgy kell megszervezni, hogy a tartományi választásokkal egy időben legyenek a helyi vagy helyhatósági választások. Ez elsősorban pénzkérdése is, a kampány kérdése. Úgy érzem, hogy ezt a kérdést kellene kezelni majd a jövőben. Zorán Radomán tartományi pénzügyi titkár elmondta, a tartományi adminisztráció készen áll tárgyalni a köztársasági kormánnyal Vajdaság pénzeléséről. Alexander Vucic kormányfő tegnap azt nyilatkozta, májusban kezdik meg a párbeszédet ebben a témában. A vajdasági, gazdasági, pénzügyi és politikai érdekeket mindenféleképpen ebben a leendő törvényben be kell építeni, és várom azt, hogy egy komoly vita, egy konszenzus alapján ezt a törvényt májusban vagy még a nyár elején a szerb köztársaság meghozza. 2013. márciusáig kellett volna a szerb kormánynak munkacsoportot alakítania, amelynek feladata a vajdaság pénzeléséről szóló törvénytervezet kidolgozása lenne. Ezt nem tették meg. Vajdaság készen áll tárgyalni, és arra számítunk, hogy a törvénytervezet már május végén parlamenti eljárásba kerül. Szerintünk tiszta lappal kellene indulni, hogy ne legyünk terheltek bármilyen előrevetített megoldástól. Be kell vonni a szakértőket, és akkor a legjobb megoldás születhet meg. A tartományi választásokról és a pénzelésről szóló tárgyalások feltehetőleg a vajdasági kormánykoalíción belüli, a VMS, a DP és a Liga közötti megbeszéléseken is napirenden lesznek, melyek folytatása az ortodox húsvéti ünnepek után esedékes.